Létrejöhet Beszterce városában az önálló magyar iskola. Az erdélyi megyék közül Beszterce Naszód az egyedüli olyan megye, amelyben egyetlen önálló magyar iskolát sem működtetnek. Ez itt a Besztercei André Mure Sánu főgimnázium épülete. Régen az állami polgári leányiskola diákjai tanultak itt. Ezt már csak az épület tervrajzán feltüntetett Magyar Királyság címere, valamint a folyosó régi padlózata jelzi. Ma az André Mure Sánu nevet viseli a tanintézmény, amelyben 1730 diák tanul, ebből 306 magyar nemzetiségű. Az iskola aligazgatója azt mondja, az önálló magyar iskola létrehozása létfontosságú a besztercei szórvány magyarság számára. Szükség van itt is, most már úgy, mint utolsó megye, hogy itt is megalakuljon egy különálló magyar iskola, hisz egyelőre úgy veszük észre, hogy a magyarság az csökken a városi szinten is, de megyei szinten is, és a megyében több helyen is most már szűnnek be különböző iskolák. És úgy érezzük azt, hogy a megyében erős magyar iskola központokat kell létrehozni ahhoz, hogy a magyarság fent tudjon maradni. Besztercén 3800-ra tehető a magyar nemzetiségűek száma, ez a lakosság 5,4%-a, de az önálló magyar iskola létrehozása partnerre talált a román többség körében is. A Besztercen Naszód megyei főtanfelügyelő támogatja a tervet, és az eddigi politikai egyeztetések is pozitívnak mondhatók. A román politikummal egyeztetve, valamint a tanfelügyelőséggel elhatároztuk, hogy létrehozzuk a különálló magyar iskolát a tanári gárdával közösen, szülői beleegyezéssel. Az önálló magyar iskola az André Mure Sánu főgimnázium épületében működne, csak a jogi személyisége változna. Létrehozása a március végi városi tanácsi határozaton múlik.